Üdvözöljük Önöket, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai online sajtótájékoztatóra, és köszönjük, hogy követik az eseményt. A mai sajtótájékoztató témája egy 2011-ben elkövetett rablás felderítése. A sajtótájékoztatót tartja Nyerges Béla rendőr alezredes, a rablási osztály vezetője. A sajtótájékoztató lefolyása a következő. Nyerges úr megtartja beszámolóját, majd ezt követően adunk lehetőséget kérdések feltételére. És a sajtótájékoztató végén videós közleményt is közzéteszünk, illetőleg ha később úgy gondolják, tudnak minket hívni telefonon, írásban is tudnak kérdéseket feltenni. Felkérem Nyerges urat, tartsa meg beszámolóját. Osztályunk közel 9,5 éve 2011. április 27-én rendelte el nyomozást, három ismeretlen férfi ellen, akik ezen a napon a hajnali órákban egy zuglói telephelyre a kerítésen átmászva bejutottak. A portás fülkében az ott lévő biztonsági őrt leteperték, megkötözték, megfenyegették, majd a telephelyről egy járműszerelvényt, egy Volvo kamiont, a pótkocsi lévő közel 23 tonna réz szállítmánnyal együtt eltulajdonítottak. A nyomozás során még ezen a napon sikerült megtalálnunk az elvitt Volvo kamiont, azonban a pótkocsi és a rajta lévő részszállítmány az eltűnt. Közel másfél éves nyomozást folytattunk ekkor, azonban az elkövető kilétét megállapítani nem tudtuk, ezért 12 nyarán a nyomozást felfüggesztettük, de igazából nem kerültek az iratok az irattár mélyére, továbbra is elemeztünk, értékeltünk, és már 12 év végén újra elrendeltük a nyomozást, hiszen olyan információk jutottunk a birtokunkba, amelyek lehetővé tették, hogy az egyik elkövetőt azonosítsuk. G. Gábort 14 évben tudtuk meggyanúsítani, hiszen az ő nyomait találtuk meg az elvitt Volvo kamion fülkéjében, úgyhogy vele szemben a megalapozott gyanú 14 nyarán megalapozottá vált, és ő vele szemben gyanúsítást tudtunk közölni, mint a rablás büntett egyik elkövetőjével. Ő ekkor hatóságunkkal nem működött együtt, a társait ebben az időszakban nem sikerült felderítenünk, így vele szembe tudtuk csak a nyomozást 15 nyarán lezárni vádemelési javaslattal. Egyébként őt időközben a bíróság 8 év jogerős fegyház büntetése ítélte, amelyet G. Gábor jelenleg is tölt. Ezt követően az még ismeretlen társaival szemben a nyomozást ismét felfüggesztettük. Azonban ekkor sem feledkeztünk a nyomozásról, illetve az elkövető társairól. Folyamatosan elemeztük, értékeltük a bejövő újabb és újabb információkat, és 2020 márciusára jutottunk el arra a szintre, hogy a nyomozást ismételten elrendeltük, és mintegy fél év alatt, szeptember hónapra sikerült G. Gábor társait megállapítani, illetve velük szemben a gyanút megalapozottá tenni. Szeptember 21-e és október 1-e közötti napokban további 4 személyt fogtunk el, akik megalapozottan gyanúsítottak ezzel a támadás elkövetésével. Elfogtuk K. Istvánt, aki a 11-es támadás időszakában azon a telephelyen dolgozott sofőrként, ahonnan a kamiont az elkövetők magukkal vitték. Tulajdonképpen ő volt az egész cselekménynek az értelmi szerzője, ő volt a felbújtója az elkövetett rablásnak. Elfogtuk G. Gábor közvetlen tettes társait, T. Györgyöt és Cs. Zsoltot, akik magát az erőszakos támadást végrehajtották, ők másztak be a telephelyre, ők teperték le a biztonsági őrt és kötözték meg, és lehetővé tették ezáltal, hogy G. Gábor a kamionnal a telephelyről távozzon. Illetve elfogtuk H. Gábort is, aki pedig közreműködött abban, hogy az elvitt részszállítmányt egy másik kamionnal tovább szállítsák, azt egy vidéki telephelyen rövid ideig tárolják, majd pedig egy budapesti mélytelepen értékesítsék, és ezért mintegy 16 millió forintot kapjanak, amelyet az elkövetők maguk között egyenlő arányban osztottak el. 9,5 éves időszak alatt minden elkövetőt sikerült azonosítanunk és elfognunk. Úgy tűnik, hogy mindenki a csapatból rendőrkézre került, azonban az értékeket, illetve az elvitt pótkocsit megtalálnunk nem sikerült. Előterjesztést tettünk az elkövetők vonatkozásába a letartóztatásukra, azonban K. István és Cs. Zsolt csupán bűnügyi felügyelet alá került, viszont T. György kiadatási őrizetben van,
Ismereteim szerint a mai napon a magyar hatóságok átadják a német rendőri szerveknek őt egy Németországban elkövetett bűncselekmény kapcsán. H. Gábor pedig, mint orgazda, jelenleg szabadlábon védekezhet. Röviden ennyit szerettem volna elmondani az ügyről, hogyha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok. Esetlegesen kérdés? Amennyiben nincs kérdés, köszönjük szépen, hogy megtiszteltek figyelmükkel, és még egyszer kiemelném, a sajtótájékoztató végén videós közleményt teszünk közzé, és amennyiben később van bármilyen kérdésük, telefonon, írásban keressenek minket. Köszönjük szépen a figyelmet!